Sziasztok, Ádám vagyok, te kettőt nézitek, és a Dodge DG900 Turbo 2-es okos fogjuk kicsomagolni. Egy egyszerű, sima natócsomagolást csomagolást kapott a készülék, tehát semmi különösebb harsány szín nincs a dobozán. A készülék kör alakját láthatjuk van alakkal, egy márkajelzést és ennyit. A doboz hátoldalán van egy kis minimális specifikáció, 5 szoros Full HD kijelzőnk van, ami IPS paneles, oktakor 1,7 ghz processzort, kapunk Android 4.4-et, VCDM a támogatást, 2 GB RAM-ot, 16 GB háttértárat, 18 és 8 megapixeles kamerákat, valamint microSD kártya bővíthetőséget, akár 64 GB-os kártya támogatásával is. Ha kinyitom a Turbo 2 dobozát, Rögtön itt legfelül van egy kis borítékunk, amiben kettő fólia van, illetve hát nem is fólia, hanem egy keményebb plexi, Nem üveg, ahogy érzem, hanem csak műanyag, viszont ez felragasztható a készülék hátuljára, ezzel védhető az üvegborítás. Ez a hátoldalára van, a másik pedig a ha ki tudom venni. A készülék előlapjára, ezzel védhető a telefon elő és hátlapja egyaránt. Kapunk egy szintálcanyító tűt is, tartozékként van egy mikro USB sarat kábelünk, ami rendkívül látványos, lapos kábel. Van rajta egy kis kötöző alapból, mikro USB-vel, illetve USB-vel, tehát ez könnyen szállítható is ezáltal, hiszen nem fog össze egészen biztosan. Van egy halójáratba illeszthető headsetünk, és ez kicsit hasonló a Samsung megoldásához. Ezen kívül a doboz rejt még tévész magát a telefont. Van egy használati útmutatónk, és itt oldalról lehet kihúzni. Itt van a hálózati töltő adapter, ugye egy USB-s adapter, ami 2000 mAh-rel fogja tölteni a készüléket. Nézzük meg magát a telefont, ami így néz ki. Az előlap és a hátlap is fehér, hiszen ez a fehér színű verzió. Alul és felül egy átlagos vastagságú keretünk van oldalt, és elsőre vékonynak tűnik, ha csak a fehér részt nézzük. Viszont azért, ha az oldalsó fémkeretet, és hozzáveszek, a egy picit vastagabb a keret. Ahogy mondtam, egy 5 Full HD kijelzőnk van. Felül egy hangszórórács, fény és közelségérzékelő, amint egy 8 megapixeles kamera. Alul pedig három darab világító kapacitív érintő gomb, ami még ide került. Oldalról megnézve a telefont, kellemes, vékony. Hát ha megnézzem, Nincs külön feltüntetve, de majdnem után járunk, hogy pontosan milyen vékony. Ez egészen kellemes. Jobb oldalon van egy tálca, amit a tűvel fogunk tudni kinyitni. Ennek érdekessége látszik itt a hátoldalon is. Lehet belehelyezni kettő darab simkártyát, vagy egy simkártyát és egy SD kártyát. Tehát eldönthetjük, hogy dual sim funkciót akarunk, vagy esetleg, microSD-s bővítési lehetőséget. Tehát ez így néz ki. Itt annak függvényében, hogy hogy rakjuk bele a második kártyát, a külsőt, tudjuk majd használni a készüléket. Felül van egy csak csatlakozónk, a bal oldalt hangerőszabályzó gomb és bekapcsoló gomb, alul egy mikrofon és egy mikro USB. Majd láthatjuk a design All a középső keretet tekintve hasonló, mint a Xiaomi Mi 3-nál, az az alul egy lecsapott egyenes vonalat kapunk, oldalt pedig egy lekerekített fém felületünk van. A hátlap üvegborítású, pillanatnyilag még egy fóliával borítva ezen láthatóak, hogy mi hol van. Például az, hogy itt középen van egy érintő felületünk, ez a kamera funkciójánál jön igazán jól és használható, hiszen lehetőség van e, fotózni vele a hátlap megérintésével. Van egy 18 megapixeles kameránk, vakunk, e, itt látható, hogy szépen lecsiszolt fényfelőttünk, tehát nagyon minimálisan kiemelkedik ez a készülékházból, illetve alul van még egy e, hangszórunk. Ez volt tehát a Doji DG900 Turbo 2 kicsomagoló videója. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!